Tudásom íme bebizonyosodott. Én valóban értek a hullákhoz. Ez császár volt, hölgyeim és uraim. Halljuk a bizottság véleményét, alkalmasnak találja-e Tomátot rabszolgának? Csak arra találom alkalmasnak. A társadalom felsőbbrendű rétegéből kétségtelenül ki kell emelni az ilyen büdös bunkókat. De én azt mondom, Tomátó legyen rabszolga. Élete végéig egyet értek. Ha Tomátó rabszolga lesz és eltűnik a közvetlen közelünkből, talán az én bensőmből is eltávozik ez az undor, ez a visszataszító émelygés, amit a puszta jelenléte generál bennem. Tomátó legyen rabszolga. Bravo, Tomátó. Végre visszatért belém az élet. Olyan vérlázítóan vadbarom vagy, ami figyelemre méltó. Nyers erő, agresszív, akasztófa humor. Már a megjelenésed is fölért egy súlyos testi sértéssel. Tényleg elhiszem, hogy a hullákhoz nálad jobban senki nem ért. Legyél rabszolga. Hölgyeim és uraim, a bizottság döntött. Tomátó ismét rabszolga lehet. Mennyi legyen a kikiáltási ára? 5. Tomátó fáradt fel a pulpitusra. Hölgyeim és uraim! Tomátó nekrofilosz, római születésű rabszolga, sírásónak és hullamosónak jelentkezett. 32 éves, 182 cm magas, képzettsége hullahalmozó és hulladékadó. Tevékenysége a hullaadás. Büntetett előéletű bűnes súlyos testi sértés volt. Előnyös tulajdonságai. Erős, kemény, félelmet nem ismerő. Hátrányos tulajdonsága, hogy agresszív, jégszívű, szutykos és igénytelen. Kikiáltási ár 5 szesztercius, azaz 500 pannóniai forint. Kérem szépen, tegye fel a kezét, aki tartja ezt az összeget. Tehát egy ősi mesterséget gyakorlott, te köszönöm szépen. Önnek úgy látom, mennyi? Ott van egy 500 forintos jelölt, köszönöm, 600 lehet. 600 pannóniai forint először. Úgy látom, több embernek is szüksége van ez ősi mesterségre, tessék. 700! Köszönjük szépen! 700! 800! 800 pannóniai forint, azaz 8 esztercius először. 800 pannóniai forint másodszor. 9! Köszönöm szépen! 900 pannóniai forint először. 1000! Még elég puha a talaj, köszönöm! 1000 pannóniai forint először. 1000 pannóniai forint másodszor. 1500! A fiatalok már öngondoskodóak. Megértették a pannóniai helytartó szavát. 1500 pannóniai forint másodszor. Nekem meg kell a pénz. De egyébként semmi probléma, mert ott szűk keretek között is meg lehet nézni az előadást. Ha már a lehetőségeik nem tágak, akkor legalább ez a lehetőség legyen megadva. Tehát 1500 másodszor. 1600 először. Egyébként mindenkinek, aki eszébe jut, nyugodtan mondhatja, hogy egy kicsit gyorsabban is haladjunk. 1700, köszönöm szépen, 17 szesterciusznál tartunk először. 17 szestercius másodszor. 1800, köszönöm szépen. 1800 először. 1800 másodszor. 1800 harmadszor. Öli a rabszolga. Tomátó Nekrofilosz. Következő 30 percben ennek bárki tervejön el. Akár önt is. Ide, tessék idejönni, alá kell írni majd a szerződést, előbb én írom alá. Itt legyen kedves, mert csak monogramot tessék, jó? És így Györgyusznál lehet fizetni, és utána egyből lehet távozni. Következő jelölt pedig dalnoknak jelentkezett, Lukrecio Vargas lesz az illető.
Mi fog történni most, kedves hölgy? Fizetés! Fizetés? Hát, ha a fizetés probléma, az elég nem gond, ugye? Igen, a fizetés, én azt hittem, hogy így van. Amíg a fizetés megtörténik, addig még egyszer szeretném felbiztatni önöket, hogy jelentkezzenek rabszolgának, mert ha alkalmasnak találja önöket a bizottság, akkor az eladásukból befolyó teljes összeg az önök farkát ütheti. Megnyílnak a táskák is, hölgyeim és uraim. És előkerül a pénz. Még egyszer mondom, a következő rabszolga pedig dalnoknak jelentkezik, Lucrezio Vargasnak hívják, és hispán ősökkel rendelkezik. Rendkívül különleges képességét fogja bemutatni előttünk. Köszönjük szépen a nehézkes pénzváltást! Hát tényleg köszönöm a vásárlást, és nagy tapsot önöknek, illetve önnek és a rabszolgának is. Köszönöm szépen! Köszönöm!